Szeretettel köszöntöm a Credo TV nézőit. Eljött egy újabb alkalom, amikor együtt dobbanhat a szívünk arra, amit Isten készített a számunkra, és közölni akar nekünk. Ezekkel a műsorokkal az a célunk, hogy szüntelen változó világunkban egy biztos támaszpontot nyújthassunk a kedves nézőknek. A biztos támaszpont a Biblia, Isten beszéde. Most előttünk van egy újabb alkalom, amikor a bibliai Izsák életútját vesszük szemügyre. Az ígét dr. Kisjuhász Vilmos lelkipásztor hirdeti. A videófelvétel a Kolozsvári Magyar Baptista Gyülekezet imatermében készült. Az ige hirdetés alapígéje a Mózes első könyvének 26. részében található. Az elmúlt alkalmak ígéi arról szóltak, hogy napjainak nehézsége, éhínsége elől Izsák Egyiptom földjére akart menekülni az ígéret földjéről. Isten azonban kijelentette magát neki, és Izsák szándéka ellenére azt mondta neki, hogy maradjon azon a földön, ahol éppen volt, és Isten megáldja őt. Izsák félmegoldást keresett, vagy nem akart már a menekülésben megállni a szárazság és éhínség elől. Kiegyező álláspontra helyezkedett. Nem ment Egyiptomba, de lement a filiszteusok földjére Gérárba. Itt felesége Rebeka majdnem a filiszteusok fejedelmének Abiméleknek az egyik felesége lett. A kor szokásainak megfelelően. Aztán Izsák számüzetésében mezőgazdasággal kezdett el foglalkozni, amit az Úr megáldott és százszorosan jutalmazott, áldott meg. A növekvő gazdaság mellé gyakorlott érzékkel kutakat ásattatott szolgáival. Hosszas maradása azonban ezeken a helyeken nem volt. Azt, hogy hogyan reagált a kihívásokra, kényszerítésekre, és merre alakult az Izsák életútja, ebből az ige hirdetésből fogjuk megtudni. Szolgáljon az ige hirdetés tanulságul, vigasztalásul, és lássuk meg, hogy számunkra is hasonló helyzetben hasonló az Isten akarata. Isten irányítsa gondolatainkat és lépéseinket akaratának megfelelően. Mint szarvas hűs víz volt.
Mózes első könyvéből olvasok Istennek igéjét, annak 26. fejezetéből, a 26. részből olvasva azt. A 19. verssel kezdve olvassuk Istennek igéjét, és olvassuk a 23. igeverset is. A Teremtés könyvéből, tehát Mózes első könyvéből, a 26. fejezet, 19. versével olvasok Istennek igéjét, és a 23. igeverset is felolvassuk, így hangzik. Egyszer Izsák szolgája a völgyben ástak, és ott olyan kútat találtak, amelyben forrásvíz volt. A gérári pásztorok azonban pörlekedtek Izsák pásztoraival, és ezt mondták, miénk a víz. Ezért nevezte el a kutat Észeknek, mert civakodtak vele. Azután más kútat ástak, de amiatt is pörlekedtek, ezért azt Szitnának nevezte el. Onnan is tovább vonult, és egy másik kutat ásott, amely miatt már nem pörlekedtek, ezért azt Rehobótnak nevezte el, mert ezt mondta. Most már tágas helyet szerzett nékünk az Úr, és szaporodhatunk ezen a földön. Onnan fölment Bérsabába. Amen. Nagy örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit Isten házába, és mindazokat a hallgatókat, akik Isten ígéjét kívánják meghallgatni a továbbiakban, és örvendek annak, hogy e száraz esztendőben Isten elhozta az esőket is, mi akkor is, hogyha néha kellemetlen nekünk, de Isten nagyon jól tudja, hogy mire van szüksége ennek a földnek, mire van szükségünk nekünk, és hiszem, hogy nem csupán a földet áztatja meg, hanem az ige által szívünk talaját is, mert azt mondja, hogy nem tér vissza az ő igéje üresen, hanem termést hoz. Dicsőség ezért a mi Urunknak. Arról olvasunk, hogy megszaporodott Izsáknak minden állata. Most már nem egyszerű pásztorember volt, hanem aféle pásztorfejedelem. És kedves testvéreim, a sokkal baj is van. A sok állatnak sok víz kell. Sok takarmány kell. Sok szolga kell. Sok munka. És a sok szolgának még több víz kell. Ezért azt olvassuk, hogy ott a filiszteusok földjén Izsák ásta kútat. Mert előrelátó volt. Nem akkor ásta már, amikor úgy el voltak bágyadva, erőtelenedve pár nap szomjúság után, hogy már nem volt erejük. Akkor ásta, amikor még ereikbe voltak, még volt víz, de gondolt a jövőre. Gondolt a következő napra, és kívánta azt, hogy még legyen kutunk, még legyen vízünk, és hadd tapasztaljuk meg azt, hogy nem látunk szükséget. Kemény munkával kellett néha 60-80 méterig leásni, és azt olvassuk, forrásvizet találtak. Így kezdődött az ígénk. Egyszer Izsák szolgája a völgyben ástak, és ott olyan kutat találtak, amelyben forrásvíz volt. Nem talajvíz, nem csak összegyűlt valamennyi, hanem amely friss volt, és állandóan termelődött. Nem fogyott ki a kútból a víz, mert újból és újból, ha kiismerték, következő napra visszagyűlt, mert jó forrása volt a kútnak.
Figyeljétek meg, testvéreim, akkor jönnek a filiszteusok, Gérár lakosai, és azt mondják, miénk a víz. Nem is a kutat mondták, hogy az övék, azt elismerték, hogy nem ők ásták, de a víz az övék. Hát a kutat mire tartja az ember? Nem azért, hogy nézze benne az arcát, arra a tükröt tartjuk. A kutat azért tartjuk, hogy legyen honnan vizet merni. És figyeljétek meg, testvéreim, Gérár pásztorainak nem kellett a munka, de kellett a víz. Nem kellett a kút, de kellett a kútnak a gyümölcse. És testvéreim, nagyon vigyázzunk, hogy ilyen gérári, filiszteusi lelkület, mert Gérár ott van a filiszteusok földjén, ne legyen a szívembe és a szívünkben. Ezért nevezte el ezt a kutat Izsák, úgy olvassuk, elnevezte Észeknek, ami azt jelenti, hogy erőszak. És testvéreim, az erőszakos ember nem nézi azt, hogy másnak mibe került az, hanem letapossa és elragadja. És az ördögnek a hatás alatt van ez az ember. Mert ő teszi ezt. A szeretet ilyet soha nem tesz. És erről olvasunk, hogy Izsák nem válaszol az erőszaknak erőszakkal. Enged és tovább megy. Miért? Valószínű, hogy Izsák hallhatta azt apjától, fiam, egykor ott a Jordán mellett, mikor megszaporodtunk az állatokkal, ott volt velem Lót unokaöcsém is. Én megengedtem, hogy neki azt, hogy ő válasszon. És ő választotta a Jordán vidékét, a kies helyet, és én hagytam. És Isten megáldott engem. A jó példa, az atyai jó példa, jó hatással van Izsákra. Azt olvassuk, hogy az erőszakra nem válaszol erőszakkal, hanem tovább megy. Testvéreim, keleten a vizet, az élő forrású kutat otthagyni, azt jelenti, hogy az életet hagyom ott. De tovább megy. Miért? Mert hívő emberek nem válaszolhatunk erőszakkal az erőszakra. Nem könnyű ez. Megmondom őszintén a testvéreknek, hogy komoly lecke számomra, amikor olvastam a héten ezt az ígét, és rögtön eszembe jutott a hegyi beszédből Krisztusnak bíztatása, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Áldjátok és ne átkozzátok. És ha kényszerítenek egy mérföldre, menj el kettőre. Krisztusi magatartás. Amikor az erőszakra nem válaszolok ördögi módon erőszakosan. Emlékezzetek, testvéreim, amikor a Gecsemáné kertben a szolga had, akik jöttek a főpaptól, a katonák, körbevették Krisztus és tanítványait, sőt, azt olvassuk, hogy fegyverrel jöttek, Péter elő is kapta fegyverét, és levágta vele a főpap szolgájának a fülét, az ő is azt mondja, tedd hüvelybe a kardodat. Mert aki kardot ránt, az kard által vész el. És nem tudom, és nem ismerem mindenkinek a családi hátterét, a munkahelyi, iskolai hátterét, a környezetét, a lakókörnyezetében való kapcsolatokat, de hirdeti ma nekünk Isten ígéje, az erőszakra ne válaszoljunk erőszakkal. Tegyem és tedd hüvelybe a kardodat. És áldjuk azokat, akik minket átkoznak. És Izsák tovább megy. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy na hát, persze, egyszer az ember megteszi. A békesség kedvéért lemond. Úgy olvassuk, tovább megy Izsák, mert nem akarott
az erőszakra erőszakkal válaszolni, és azután más kutat ástak, és amiatt is pörlekedtek, civakodtak vele, és a szitnának nevezte el. Pontosan azt jelenti, hogy veszekedés, civakodás, pörlekedés. Gérár pásztorai, ha látták, hogy először sikerült, akkor másodjára is sikerül. És utána mentek Izsáknak, hogy lássák, hogy mit csinál. Nem mondták azt, hogy tudod, ássunk együtt. Mutasd meg, hogy hogy kell. Mi is szeretnénk kutat ásni, mi is szeretnénk élővízre lelni. Azt olvassuk, hogy lesték, hogy mit tesz. És mikor kiásták a kutat, akkor jelentkeztek ismét. Másodjára is. És veszekedtek, és pörlekedtek, és civakodtak, vitatkoztak. Elegész odáig, hogy így olvassuk, onnan is tovább vonult Izsák. Lehet, hogy azt mondod, hogy először a békesség embere volt, másodjára talán gyáva. Hát akkor mi lesz a vége? Testvéreim, ha az erőszakra nem válaszolunk erőszakkal, az ingerült és a civakodó, a vitatkozó szóra sem szabad úgy válaszoljunk. Izsák megássa a második útat is, és akkor elkészül és a vize jó, a pörlekedés és a civakodás kitörésekor tovább vonul. És most szeretném kiemelni azt, hogy Isten vezetése volt a továbbvonulásában. Azért, mert ő tudott engedni és kitérni a civakodás és a perlekedés elől, azt olvassuk, hogy továbbvonulva nagyon közel jutott Izrael földjéhez. A pörlekedést, a vitatkozást nem vállalva oda jutott Izrael földjének a határához, a déli határhoz, hogy amikor tovább vonult, és azt olvassuk, hogy megállt egy harmadik helyen, ami már a Jordán Izrael földjének alsó tágas tere, síksága volt, onnan közel volt már, hogy Beersebába fel tudott menni. És nem fáradt bele harmadjára se kutatásni. Segítségül hív az Úr nevét, keresni az életnek vizét, és munkába kezdeni, munkába állni, és így olvassuk, miután tovább vonult, egy másik kutat ásott, amely miatt már nem pörlekedtek vele. Ezért elnevezte azt Rehobótnak, mert azt mondta, most már tágos helyet szerzett nékünk az Úr, és szaporodhatunk ezen a földön. Világos volt Izsák számára, hogy minél több állat, minél nagyobb szaporodás ember és állatállományban, annál több víz kell. És azt mondja, a Rehobót, a tágos tér. Amikor megnyitotta Isten előttünk az utat, és figyeljétek meg, hogy nem az első kútnál mondja ezt. Ott azt mondja, hogy erőszak. Nem a második kútnál mondja ezt. Azt mondja, hogy civakodás, pörlekedés. A harmadiknál. Amikor a körülmények már világosan igazolják azt, hogy itt megállhat. És Isten megóvja a pörlekedő filiszteus pásztoroktól, a géráriaktól, és azt mondja, hogy Rehobót, tágas tér. És nagyon összetört a szívemet Isten ezen a héten, amikor ezt a szót olvastam, hogy Rehobót. Emlékezzetek, testvéreim, amikor Dávid meglepte Sault álmába. És azt mondták az övi tízei, vedd a lándzsát és dövd át! És azt mondja, ne. Én a kezemet az Úr felkentje ellen nem emelem. Majd Isten, ha akar, kivisz engem a menekülőnek a helyzetéből. De én ilyen módon, hogy gyilkos legyek,
és apósomra emeljek kezet, és főleg az Úr fölkentjére, az Úrtól, az Úr profétája által, Sámuel által felkent királyra emeljek kezet. Nem! Ez nem az én tágas terem, amit én kívánok. Ez az emberi énnek a tágas tere, amely tör magának, amely zúz, amely összeter lelkeket, testeket, amely átgázol mindenen. Ez a világ útja, amely könyököl, amely sebet hoz, amely pártot üt, amely gyilkol, amit hátulról az ördög, a világ ura mozgat. És figyeljétek meg, testvérem, az Isten irányítását. Azt mondja Izsák, köszönöm, Uram, hogy tágas térre vittél ki. Itt van előttem a nyílt mező. Itt van előttem a síkság. Itt van előttem ez a jó legeltető hely. Meg vagyok győződve, hogy ő tovább vonult és tovább vonult, immár harmadjára, mert a muszájságban menni kellett, mert nem akarta fölvállalni, hogy ugyanazzal a szóval válaszoljon, ugyanazon a módon, ahogy őt kikezdték, támadták, erőszakkal, vitatkozással, perlekedéssel. Elébe mentek, vagy utána mentek, de figyeljétek meg az Isten irányító kezét. Viszi közelebb és közelebb ahhoz a földhöz, amely úgy olvassuk, hogy Kánaán földje, tejjel és mézzel folyó föld, amit lehet, hogy önmagától nem tudott volna kiválasztani soha. És viszi közelebb, és közelebb, és amikor harmadjára megássa a kutat, és azt mondja, Uram, köszönöm, hogy tágas térre hoztál, akkor villámlik fel előtte, Uram, de itt van az ígéret földje, és onnan felment Bérsebába. Köszönöm, Uram, hogy elhoztál idáig, küzdelmek között. Nem ez volt nekem a célom. De köszönöm, hogy irányítottál. A családban nem azt jelenti a vezetés, hogy erőszakkal, kemény szóval megmutatom, hogy én vagyok a házúra, vagy házúrnője. Sem a gyülekezetben, sem a lakókörnyezetben, vagy a munkahelyen, nem. Hanem akinek tekintélyt ad az Úr azáltal, hogy bizonyít mellette, hogy ő irányítható, vezethető, és épp Isten az, aki a kezébe tartja az életét és irányítja. És ez olyan nyilvánvaló volt az Izsák életébe. Azt mondta, Rehobót, tágas tér, megnyílt ajtó. És ma este szeretnék szólni arról, hogy Krisztus, amikor olyan helyzetben volt, mint ember, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig keresztfának haláláig, és nem válaszolt az erőszakra erőszakkal. Amikor vitára szólították fel, és bizonygatásra, hogy na most szállj le a keresztről, és akkor hiszünk benned, nem folytatta tovább ezt a beszédet. De hogy egy lehetőség volt arra, hogy az Atya általa megnyilvánuló kegyelmét hirdesse, rögtön a gonosztevőnek, a megtérő gonosztevőnek rögtön szólt, még ma. Még ma megnyílik előtted az ajtó, és nem csupán egy földi tágas térre, Isten országába, a paradicsomba megyünk be együtt. És annyira kívánom ezt a krisztusi lelkületet, amikor nem kapaszkodok a földiekbe, amikor nem ragaszkodok ahhoz, amit úgy gondolom, hogy az enyém, vagy amit én szereztem meg, hanem úgy vonulok tovább, naponként, Isten ereje által, hogy ajtót nyitok a példámmal, az Isten igényének a hirdetésével a menny számára másoknak. Hogy tudom azt vallani és mondani, köszönöm Uram a nyitott ajtót, a szolgálat ajtaját, amit Krisztus megnyitott, és akarlak követni, Uram. Olyan sokszor rosszul vizsgáztam. Annyiszor földiekre néztem, és a földiekkel maradtam. És azt olvassuk,
Izsák, a továbbvonulás, az emberileg úgy nézett ki, hogy meghátrálás útján, a lemondás útján bejut Kánaánba, Bérsebába. Kánaán legdéli pontjára. És tudd meg, hogy a lemondás, az Istennek való engedelmesség, a testnek való nem által, a test megöldöklése által jutunk el a Krisztus útján, a Krisztus követésében, Isten országába. Hadd fejezzem be azzal a gondolattal, az én vizem, s a te vized nem élő víz. Ha Krisztustól nem kapok újat és újat, de amint a János evangéliumában Samáriai asszonynak mondta, én adok neked. Ingyen. És élő víznek kútfeje lesz az az ember, aki Krisztussal találkozott. Ez az áldás az életünkben a Szentlélek által, hogy nem mi erőlködünk, hanem ő gyümölcsözik bennünk, és megtermi azokat a gyümölcsöket, amit a megtérés gyümölcsének nevezünk, a lélek gyümölcsének. És magasztalom az Urat, mert az ő lelke által, az ige által munkálja bennünk az életet. És magasztalom azt, hogy ő győzött, és általa is benne győzedelmet nyerünk mi is. Nem tudom életedben, milyen helyzetekben vonultál tovább, hátráltál, kedves testvér, testvérnő, az elmúlt napokban, hetekben. Isten keze ott van. És ha engedelmeskedsz szavának, és ha engedelmeskedek igéjének, bár emberileg úgy látszik, hogy vesztes csaták során keresztül megyünk, bár emberileg úgy látszik, hogy már közel a vég, és kivert kutyaként újból és újból tovább kell mennünk, Isten az, aki bizonyít az övéi mellett. Hatalmas módon, közelebb a célhoz, közelebb az Úrhoz. És így olvassuk, onnan fölment Bérsebába. Bérseba az a hely, ahol már apjának, Ábrahámnak megjelent Isten. És Izsák megértette az utolsó kútnál, ahonnan már nem zavarta senki el. Önként. Ott hagyta azt a kútat is, a harmadikat, és felment Bérsebába. Felment arra a helyre, ahol azt mondta Isten, ez az, amit én neked adok. És ha kimunkálná ezt Isten az életembe és az életedbe, hogy ne csupán a szorítóba tudjak lemondani dolgokról, ne csupán a betegségek, a nyomorúságok, a nehézségek között tudjak lemondani, és tudjak közeledni hozzá, hanem önként keressem az ő közelségét, hogy közelebb hozzád, Uram. És az is, amit addig jónak láttam, azt is elhagyom önként, és keresem, Uram, a veled való találkozást. Ez a léleknek való engedelmesség. Ami szép volt, amit szeretek. Uram, én mindent leteszek. Nem nézek hátra, Uram, többé, hanem feléd. Tudom, minden egyéb kár és szemét. Amen. Thank you.
Köszönjük figyelmüket és azt, hogy végig kísérték a Credo TV magyar nyelvű műsorát, a Szívdobbanást. Isten kegyelme és szeretete kísérjen el valamennyinket, amíg újra találkozhatunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Találkozzunk a jövő héten, ugyanebben az időben és ugyanitt.